Az Európa napot sajnos az idén is rendkívül módon ünnepelhetjük meg. Online feladatlapok révén mérhetik össze diákjaink Európai Uniós tudásokat, bebizonyíthatják, mennyire tájékozódnak az EU történelmi, jelenét és kultúráját illetően. Plakát készítő versenyt is hirdettünk, melyen gimnáziumi diákjaink kívül tagintézményei diákja is részt vehettek Európai Unió és a településen címmel. Az Európai Unió egyik jelképévé vált dala Ludwig von Beethoven 1823-ban komponált 9. szimfóniájának egy részlete, Friedrich von Schiller 1785-ös lírai költeményének az örök udának megszerzésített változata. A himnusz nem csak az Európai Uniót, hanem Európa egészét jelképezik. Az örömóda Schillernek az emberek közötti testvériségéről szóló, Beethoven által is osztott idealista világnézetét fejezi ki. 1972-ben az Európa Tanács választotta himnuszául Beethoven örömódáját, majd a művet 1985-ben az EU vezetői az Európai Unió hivatalos himnuszává tették. Az európai himnusznak nincs szövege. Szavak nélkül a zene egyetemes nyelvén szól a szabadság, a béke és a szolidaritás európai eszményeiről. Az európai himnusz nem arra hivatott, hogy az uniós országok nemzeti himnuszainak helyébe lépjen, hanem arra, hogy a tagországok által közösen vallott értékeket ünnepelje. A himnusz nem csak az Európai Unió hivatalos rendezvényein, ünnepségein zendül fel, hanem sok más európai vonatkozású eseményen is. Fogadják szeretettel diákjaink hangszeres előadásában az uniós himnuszát.